Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. A mai beszélgetésünknek a mottója: a nyomozás mesterségében az a legfontosabb, hogy külön tudjuk választani a lényegest a lényegtelentől. Ez nem más, mint Sir Arthur Conan Doyle mondta, és ez egy örökbecsű mondás. Hogy miért is? Vendégem Varga Péter, Fejér megyei rendőrfőkapitány, Varga Péter landártábornok. Tisztelettel köszöntöm. Nos, én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos pillanat ez nekünk, hiszen nagyon jó megismerni azokat az első számú vezetőket, akik a biztonságunkat szolgálják. Viszont az is nagyon fontos, hogy egy kicsit evezz a mélyre címszó alatt megtudjuk, hogy miként választott hivatást magának. Igen, hát a rendszerváltás előtti pillanatokról beszélünk most, és ott volt egy Tolna megyei kisrác, aki hivatást választott. Milyen elvek mentén, milyen gondolatok mentén? Nem volt egyszerű a pályaválasztás, ugyanis nem voltam egy jó tanuló. Matematikából sem voltam jó, így hamar megmutatkozott az, hogy inkább humán vonalon kellene talán tovább tanulnom, hogyha sikerül. És gimnazista voltam Szekszárdnagarai János gimnáziumban, és a harmadik osztályban, most már 11-nek mondják, akkor még harmadiknak hívták, akkor gondolkodtam el, hogy igazából mit is szeretnék, és mivel nagyon szerettem a bűnügyi regényeket, sokat olvastam, olyanoktól is olvastam, akik rendőrök voltak, magyar rendőrségnek oszlopos tagjai még a háború előtt vagy háború utáni korszakban, ezért megtetszett ez az életforma, mert azt gondolom, hogy ez nem egy szakma, hanem egy hivatás, egy életforma. És akkor döntöttem el, hogy efele fogok tendálni, és az édesapám azt mondta nekem, hogy hát fiam, azért rendőrnek jobban el tudlak képzelni, mint mondjuk egy pedagógusnak. És akkor így alakult az életem. Leérettségiztem, majd egy évet dolgoztam, operátorként, számítógépkezelőként, és 19 évesen teljesítettem a sorkatonai szolgálatomat, majd onnan felvételiztem a rendőrtiszti főiskola nappali tagozatának bűnügyi szakára, ahova fel is vettek, 1989-ben kezdtem meg ott a tanulmányaimat. Tehát adta magát, vagy példa volt, hogy a nyomozó hivatást, mert a nyomozó az egy különleges része a rendőrségnek mindenképpen. Nem adta magát a példa, mert senki nem volt a családban rendőr, azóta sincs senki, úgyhogy talán én leszek a családból egyedül, aki ezt a hivatást választotta. Valahogy nagyon vonzott ez. A kriminalisztika vonzott az, hogy olyan ügyekbe elméletesek dolgozhassak, ahol fel kell deríteni egy bűncselekményt, meg kell fogni az elkövetőt, és erre vágytam, és így próbáltam akkor az életemet alakítani. Egy rendkívül fegyelem kell a rendőrtiszti főiskolához is. Eldönteni azt, hogy ettől a pillanattól kezdve bizony parancsot kell követnem, és mindent a jog, a tisztaság és az elvek mentén. Volt-e példaképe? Mármint a könyvekben szereplő nyomozókon kívül. Volt-e olyan ember, akire felnézett, akire szeretett volna hasonlítani? Hát a 80-as években nagyon ismert volt és népszerű volt Thornhauser László. Talán igen, az idősebbek emlékeznek rá. És amikor elkezdtem dolgozni, 92-ben, amikor végeztem a főiskolán, akkor ő még jó pár évig aktív volt, és mondhatom azt, hogy ő egy olyan szakember volt, akire az ember fel tudott nézni. Mit hozott a főiskola? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy az elmélet és a gyakorlat akkor jó, ha kézenfogva jár egy felsőoktatási intézményben. Ez megvalósult a rendőrtiszti főiskolán? Alapvetően megvalósult, ugyanis a nyarakat mindig gyakorlattal kellett tölteni. Tehát amikor az első évfolyamat elvégeztem, akkor egy hónapig szekszári rendőrkapitányságon voltam gyakorlaton, második év után pedig egy hónapot a siófoki rendőrkapitányságon, ami azért köztudomású, hogy ez egy elég jól rettelett kapitányság, tehát lehetett nagyon sokat dolgozni és rengeteget tanulni. Tehát az volt a mélyvíz bizonyos azt gondolom, igen. Igen. Azon túl pedig nyilván a szekszárdi rendőrfőkapitányság várta, nyomozóként, főnyomozóként, egyből a mély vízbe került? Gyakorlatilag igen, a végrehajtásba. Ott lehet mindent megtanulni. Érdekes ez, amit az előbb kérdezett ön. Nagyon jó elméleti felkészültséggel rendelkeztem, úgy gondolom, amikor végeztem, főleg ugye büntetőjogilag, eljárásjogilag, viszont az írógében nem tudtam a papírt rendesen befűzni. Tehát nagyon sokszor előfordult. Tehát egy operátor? Hogy hát az más volt, a számítógép, hogy itt írógép, robotról, optival írógéppel kezdtük meg annak idején a szakmát, és nem volt mindegy, hogy az indigót hogy tesszük a két lap közé, és hát nagyon sokszor előfordult, hogy visszamásolta
első oldalára, úgyhogy az alapfogásokkal kellett akkor megismerkedni, de egy olyan kollégával kerültem párba, aki egy tiszthelyettes volt, nagyon jól tudott kihallgatni, tehát gyakorlati síkon jól végezte a szakmáját, én meg elméletileg tudtam hozzátenni azt, amit tudok, tehát nagyon jól kiegészítettük egymást, így kezdésként ez nagyon jó volt. Rendkívüli feladatot rótt a rendszerváltás utáni időszak a rendőrségre. Mondom ezt azért, hiszen megnőtt a munkanélküliség. Kényszervállalkozások jöttek létre, amelyek aztán egy részük legalábbis gyorsan megszűnt, így aztán nőtt a bűncselekmények száma is. Székesfehérváron bizonyosan rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a rendvédelmi szervezetek. Mi történt Szekszárdon? Hogyan lehetett ezzel megbirkózni? Hát arányaiban Szekszárd is ugyanígy járt, mint Székesfehérvár, de azért azt tudni kell, hogy azért ott egy 35 ezer fős lakosság van, plusz az a 22 település, ami hozzá tartozik. Én azt gondolom, hogy mi sikeresen ezzel megbirkóztunk, és a 90-es évek elején is, tehát 95-ig, 6-ig, 7-ig is nagyon jól dolgozott a kapitányság. Nyilván a rendőrtiszti főiskola megtanítja a főiskolást arra, hogy a legszentebb, a legfontosabb szó a szolgálat. Hogyan lehet esztendőről esztendőre ezt beburkolni emberséggel, hogyan lehet így ezzel együtt fejlődni? Hát én azt gondolom, hogy ez alapvetően mentalitás kérdése, tehát minden ember más és más, de úgy gondolom, hogy aki tudatosan készül erre a pályára, és próbálja a legjobb tudása szerint végezni, és mondjuk elér egy olyan szintet, hogy azt mondják, hogy akkor te mostantól vezető vagy, akkor annak, tehát ennek a szakmai tudásnak párosulnia kell ezzel az emberséggel, és ezzel a vezetői attitűddel, amivel úgy gondolom, hogy eredményesen és megfelelően tudja irányítani a rábízott embereket. Ezt a felettese ideje korán felismerték, hiszen folyamatosan lépett felfelé a ranglétrán. Ez egy kicsit úgy van, hogy kard-kardba ötve jár a tehetség és a szorgalom. És ha ezt mind kellő fegyelemmel és tisztességgel végzi, akkor eljön az ő ideje. De én itt ez gyorsnak tűnik számomra, hiszen 93-ban, tehát egy esztendővel a rendőrtiszti főiskola diploma után már alosztályvezető helyettesként dolgozott. Így van. Hát mondhatnám azt, hogy jó időben voltam jó helyen, de úgy gondolom, hogy igyekeztem mindent megtenni azért, hogy abban az esetben, a kiválasztás van, akkor esetleg rám is esett a választás, és ezzel a parancsnokaim éltek. Szeretnék két parancsnokomat megemlíteni, akiktől rengeteget tanultam, és rengeteget tettek azért, hogy én idáig eljussak. Az egyiket úgy hívják, hogy dr. Sotó László, dandártábornok, ő Tolna megye főkapitánya volt egész tavalyi év augusztus 1-ig, amikor felső korhatára nyugdíjba vonult. Rengeteget tanultam tőle, és Hegedűs Endre a lezredest, aki a bűnügyi osztályvezető volt Szekszárdon, mikor oda kerültem, őtől is rengeteget tanultam. Sajnos ő már nincsen köztünk, de úgy gondolom, hogy amit ő tett, azt én életem végig sem tudom neki meghálálni. Megelőzés. Nagyon keveset beszélünk róla, aztán meg nagyon sokat, és nem tudjuk, hogy milyen mélységeket takar ez a rendőrség állományában. A prevenció nagyon-nagyon fontos. Néha bedugjuk a fejünket a homokba, pedig ha tényleg foglalkoznánk kiemelten a megelőzéssel, akkor talán jobban járna mindenki. Ön ezt tette? Az alosztályt úgy hívták, igen, hogy bűnmegelőzési alosztály, azonban egy kicsit szélesebb spektrumon mozgott, nem csak megelőzéssel foglalkoztunk, hanem gyakorlatilag az operatív tevékenység volt nálunk, a nyílt ügyekbe is nyomoztunk, nyílt bűnmegelőzést is végeztünk, valamint hozzánk tartoznak még az eltűnések és a rendkívüli halálesetek. Tehát nagyon széles palettán működött az alosztály, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon jó iskola volt, és hozzájárult ahhoz, hogy teljes mélységében, szélességében meg tudtam ismerni minden területet. Milyen, mikor folyamatosan lépett felfelé a ranglét? Nem gondolta volna, hogy a sorsa egyszerre, vagy beágyazódott már Tolna megyébe? Teljesen, én nem gondoltam volna, hogy én onnan valahol elkerülök. Mikor 2005-ben, 2006-ban a mestervezető képzőbe kerültem, akkor feltették kérdésnek mindenkinek, aki a csoportban volt, hogy mi az állambeosztása, és akkor azt mondtam, hogy én nekem minden vágyam az, hogy egyszer Szekszárváros rendőrkapitánya lehessek. És én úgy gondoltam akkor, hogy ha én azt egyszer elérem, akkor nekem az a csúcs. Így is történt. Hát így is történt. Mire vége lett a tanfolyamnak, addigra változott a helyzet, és oda kerültem. Tehát ezt még megelőzte azért más. Mi inspirált arra, hogy még az ezredforduló előtt elinduljon a jogi pálya felé? Ez a kettősség most már a vezető rendőrtiszteket érinti, hiszen nagyon sok olyan rendőrtiszt van itt Székesfehérváron, a Fejér megyében is, országszerte is természetesen, akik a jogi pályát választják. Én úgy gondolom, hogy alapvetően szakmailag
szükség van erre, szükség lehet erre, ugyanis a rendőrtiszti főiskola az alapvetően ugye a büntetőjogi területekkel foglalkozik, tehát az a legalapabb. Viszont ugye a jogi egyetemen egy sor más jogterülettel is találkozik az ember, és azért azt gondolom, hogy teljesen, tehát szélesedik az a paletta, amit lát, amit ismer, és változik egy kicsit a gondolkodás módja. De mindig el szoktam mondani, hogy óriási különbség van a rendőrjogász és a jogászrendőr között. Tehát aki először volt rendőr és utána végez egyetemet, vagy éppen az fordítva történik. Tehát a gondolkodásmódok nem egyformák ilyenkor. Tehát nyilvánvaló, hogy nem csak a büntető jog létezik így van, ebben így a van, értelemben, így van, így van. És, hanem a polgári jog is fontos. Így van. Meghozta végül is az álmot, az exárdi rendőrfőkapitány címet, az élet, illetve hát nyilvánvaló az a sok-sok befektetett munka. Az már egy bizonyos értelemben egy megyejogú város első számú vezetőjének lenni, az rendkívül felelősség. Eljutni oda, az nyilván emberi kvalitásokat is tükröz, és szakmait feltétlenül, hát nyilván. Mi az, amit egy rendőr főkapitánynak meg kell tanulnia? Hiszen hiába lép fel a ranglétrán szépen sorban, az nyilván minden átmenet nélkül első számú vezetővé válni, avanzsálni, az nem egyszerű. Melyek voltak a legnehezebb feladatok, amikkel meg kellett birkóznia? Egy kicsit megfordítanám a kérdést. Azt gondolom, hogy egy első számú vezetőnek, a megyei főkapitánynak alapvetően arra van szüksége, hogy minél több területet lásson, mielőtt ebbe a beosztásába kerül, és elmondhatom, hogy én borzasztó szerencsés voltam ebből a szempontból, ugyanis voltam kis alosztályon beosztott alosztályvezető helyettes, alosztályvezető, voltam bűnügyi osztályvezető, kis kapitányságon kapitány, mert ugye Dombóváron is voltam 14 hónapot, utána a megyeszékhelyi kapitányságon kapitány, és úgy kerültem utána Fejér megyébe. Tehát végigjártam azokat a szinteket, amiket szerintem nagyon jó, hogyha az ember mielőtt egy megyei főkapitányi beosztásra jelölik, vagy felkínálják neki, hogy ezt a döntési mechanizmust és ezt az egész szervezeti hierarchiának az átlátását, az információ áramlástól ugye a parancsuralmi rendszerig, hogy ezt végig tudja teljes mértékben tanulmányozni, és mindenből meg tudja tapasztalni azt, amire szüksége lehet. Mennyire alakult át a rendőri szolgálat emberi oldalról? Hiszen a rendkívüli kihívás kiválasztódni, és azt gondolom, hogy ma már olyan rendőreink vannak, akik alapvetően rendkívül felkészültek, tanultak, számítógépes és ismeretekkel, nyelvtudással rendelkeznek. Tehát kicsit másként van, mint a rendszerváltás előtt. Átalakult egyértelműen, és alapvetően a képzésnek, ugye köszönhetően a képzés is változott. Én úgy gondolom, hogy jól felkészült kollégák jönnek ki az iskolapadból, akár ezt a tiszthelyettesi állományra, szakgimnáziumokra vetítem, akár most már ugye Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karára, ami ugye a rendőrtiszti főiskolának ez a kvázi jogutódja. Szükség van erre. Tehát az, hogy valaki szakmailag maximálisan felkészült, az már egy jó dolog, de nem biztos, hogy még elég. Tehát az informatikai ismeretekre, a nyelvismeretre, egy kis gazdálkodási ismeretekre, mert sok mindennel találkozik az ember. Ugye, ha szakmaspecifikusan nézzük, egy gazdaságvédelmi területen teljesen speciális tudásra van szükség. Egy kiberbűnözés elleni területen megint egy más típusú tudásra van szükség. Tehát specializálódik az állomány ilyen szempontból. Az segít, hogy az alapoktól építkezett? Azt gondolom, igen. Tehát ez az alfajos omegája. Kérdezem mindennek. Abban az értelemben, hogy azért a körzeti megbízottaktól egészen az alosztályvezetőkig, a különböző speciális csoportok tagjaig minden egyes szekciót ismernie kell. Így van, és az a szerencse is megadatott még a pályafutásom során, hogy még a közrendvédelmi, alapvetően bűnügyi szakon végeztem, bűnügyes voltam végrehajtó koromban osztályvezetőként, és bűnügyi osztályvezető voltam Szekszárdon, de egy évet voltam rendészet, közrendvédelmi osztályvezető is, ami szintén egy nagyon sok tapasztalattal felruházott a másik szakterületnek az ismerete. A külső megítélés mennyire fontos most a rendőrség számára? Hát azt gondolom, hogy a jelenlét. A jelenlét nagyon fontos. Tehát az állampolgárok elvárják tőlünk azt, hogyha bajba kerülnek, és akkor számíthatnak ránk. És ugye ez az intézkedési kultúraváltás, ami már több éve folytatódik, vagy több év is folyamat a rendőrségen belül, az pedig ugye elősegítette azt, hogy az állampolgárok ne a szankcionáló rendőrt lássák az egyenruha mögött, hanem a segítő támogató rendőrképet ünjön fel előttük, és ez rengeteg pozitív irányú változást hozott. Az elismerés az állampolgárok részéről rendben van. Viszont a szakmai elismerés mennyit segít? Például mennyit segített önnek a rendőrségi főtanácsos cím, amit meglehetősen korán, megérdemelten megkapott?
Hát a szakmai elismerés, azt gondolom, hogy végtelenül fontos egy rendőrnek az életében, az egy visszacsatolás. Visszacsatolás arra, hogy ő hogy végzi a munkáját, és mennyire vannak vele megelégedve. Tehát minden egyes ilyen elismerés, legyen az akár tárgyutalom, pénzjutalom, akár bármilyen címadományozás, az mind nagyon jó érzés egy rendőrnek. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon motiválja az embereket, és motiválja az állományt arra, hogy még jobban és még erőteljesebben dolgozzon. Ugye a 21. században élünk. Mi jelent pozitív megerősítést? Most nem a főkapitányt kérdezem, hanem emberként azoknak, akik kint vannak terepen, akció közben. Hát én azt gondolom, hogy a pozitív megerősítés alapvetően ugye vezetői oldalról az, hogy egy vezető az állománya érdekében mindent meg kell tenni azért, hogy ott a munkafeltételek megfelelőek legyenek. Az, hogy az állománynak, ami járandósága van, azt mindig mindent időben megkapjon. Az, hogy ha bármi gondja, problémája van, tudjon a vezetőjéhez fordulni. Tehát én azt gondolom, ezek alap dolgok. Ez nálunk így működik. Nálam ez így működik. Az én ajtóm mindig nyitva van. Bárkinek gondja, problémája van, igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni itt, akár családi, akár egészség, akár bármilyen magánéleti, amiben tudunk segíteni. Tehát ez fontos az állománynak, az, hogy érezze a háttér támogatást. Amikor kint van, dolgozik, akkor tudja, hogy a vezetőjére számíthat. Egyetlen egy dologban bizonyos vagyok, a rendőrség megítélése nagyon-nagyon sokat változott. Tehát ez személyes tapasztalat. Játékos formában fogalmazom ezt meg, eltűntek Magyarországon a rendőrviccek. Nemrégiben olvastam, ugye a rendőr az általában volt a legbutább. Ugye ebben megegyezhetünk, a 70-es, 60-as években a kabarék zöme arra épült, hogy rendőrvicceket játszottak el. A rendőr buta volt, és így tovább, nem folytatom. Ma már nincsenek. Erről olvastam egy értekezést, és kiderült, hogy a rendőrtiszti főiskola átalakulása után, tehát az egyetemi rangú képzés okán, a másik oldalról pedig egyre többen választják ezt hivatásul maguknak. Ez megint csak egy olyan dolog, amivel együtt élünk, és hála Istennek ez megint csak pozitív megerősítést hordoz, mondom én. Mikor kezdtem, akkor mi divatban voltak a rendőrviccek, mi is jókat mosolyogtunk, jókat kacagtunk rajtuk, soha nem vettük magunkra, tehát azt gondoltuk, hogy ez egy társadalmilag elfogadott dolog, de ennek örülök, és ezt egyébként egy, ha jól emlékszem, talán tavaly évértékelő, megyei évértékelő értekezleten spányi püspök úr, mikor a pohárköszöntőt tartotta, ezt mondta, hogy eltűntek a rendőrviccek, és hogy ez egy milyen pozitív dolog, és hogy mennyivel másabb lett az állomány, és mennyivel másabb lett a rendőrség munkája és tevékenysége. Tehát ez tapasztalati tény. Akkor a püspök úr is, excellenciás úr is olvasta. Hát ezt nem tudom, hogy olvasta-e, vagy tapasztalta, vagy hallotta. Nem, ezt nem tudom. Miként mennyi. Választ munkatársakat magának egy főkapitány, hiszen megteheti. Hogyan választ olyan, hiszen ez is bizalmi elven működik, olyan első számú vezetőket, akik egy csapat élén teljesítenek? Hát én, amikor ide kerültem Fejér megyébe, én azzal az elhatározással jöttem, hogy mindenkit igyekszem megismerni, és mindenkit igyekszem magam mellé állítani, és együtt vele tovább dolgozni. Tehát nem hoztam magammal senkit. Magyarul egyedül jöttem az ismeretlenbe, úgyhogy igazából nem ismertem a kollégákat, és hát most már azért eltelt 5,5 év, igazából olyan nagyon nagy változások nem voltak. Tehát egy-egy váltás történt, de igyekeztem mindenkit magam mellé állítani, és együtt dolgozni tovább. Szent György napon történt ez 2012-ben. Mit jelent ma egy rendőrnek Szent György napon megünnepelni azt az egész esztendőt, ami számára sok-sok jót hozott, és még több munkát? Hát a rendőröknek a védőszentje Szent György. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy nekünk is van egy ünnepünk, nekünk is van egy olyan napunk, ami rólunk szól, hogy ez a rendőrségen belül munkaszüneti nap is. Persze ez nem jelenti azt, hogy a rendőrök nem dolgoznak, mert ugye minden nap kollégák szolgálatban vannak, akik úgy teljesítenek szolgálatot, hogy vezérléses munkarendbe, vagy váltásos munkarendbe. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon jó érzés mindenkinek azt, hogy ha Szent György nap van, akkor az a rendőrségről szól, a rendőrökről szól. Ez egy tényleg egy jó érzés. Egy nagy irányváltás egyébként a kapcsolatrendszerben is. Nemrégiben volt a Fehérvár Televízió nézői már látták azt a beszélgetést, a Zsolt utcai közösségi szalomban Szívos István ezredessel volt Bobori Zoltán vendége. Én arra figyeltem fel, hogy régen tapasztaltunk olyat, hogy ennyire nyílt és kitárulkozó legyen, persze a kereteken belül egy dandártábornok.
mert hogy az embereknek tetszik, nem tetszik még most a 21. század első fele után egy kicsit, 18-ban is azért a tábornoki rang az egy jelzés, az sok. Az emberek többsége soha nem is látott tábornokot talán. Én ezt nem így gondolom. Én azt gondolom, hogy a rendőr is ugyanolyan ember, mint bárki más. Egy rendőr tandártábornok is ugyanolyan ember, mint bárki más. És fontos az, hogy ne felejts el, hogy onnan indult. Tehát én azt gondolom, hogy itt a címmel, rendfokozattal, beosztással nem szabad változni. Tehát ugyanolyan ember maradjon, mint amilyen volt valamikor, amikor nekem is nagyon jól esett az, amikor friss hadnagyként oda kerültem Szekszárdra, és a rendőrkapitányom megállította a folyosón, kezet fogott velem, és megkérdezte, hogy hogy vagyok, hogy érzem magam ebbe az új beosztásba. Ez egy borzasztó jó érzés, és én azt gondolom, hogy az én kollégáimnak is biztos jól esik, hogyha az udvaron találkozunk, vagy jönnek, vagy találkozunk bármilyen rendezvényen, és beszélgetek velük, és nyugodtan, nyíltan elmondhatnak mindent nekem, mert igyekszem rajtuk segíteni, és örülök az, hogyha visszacsatolást kapok. Tehát nekem az egy nagyon fontos dolog. A rang kötelez? Hát bizonyos értelemben igen. Tehát az, ha valaki rendőr, akkor lényegesen kötöttebb szabályok vonatkoznak rá. De nem csak a szolgáltató összefüggésben, hanem egyébként is. Hát hiszonyatos kontrollt támaszt a társadalom a rendőrökkel szembe. Tehát hányszor látunk, hogy a rendőr autó a tilosba parkol, azonnal lefényképezik. Ha a rendőr nem úgy van fölöltözve, sapka nélkül van, lefényképezik, már teszik fel a közösségi médiákba. Tehát egy sokkal-sokkal fegyelmezettebb keretek között kell ugye az életünket szervezni. Hát egy megyei főkapitányról meg nem is beszélhetek ilyen szempontból. Tehát azt gondolom, hogy engem meg aztán teljes mértékben kötelez. A rendkívüli felelősség az önöké van. Beszéljünk a nap 24 órájáról. Meddig rendőr a rendőr mostanában? Hát 0 órától 24 óráig. Tehát az én telefonom mindig be van kapcsolva, engem ilyen 2-kor hívnak, ugyanúgy felveszem. Ha ilyen 3-kor SMS kapok valami eseményről, akkor ilyen 3-kor fel kell elolvasom. Ez ezzel jár, tehát ezt meg kell szokni. Ezt mondtam, egy életforma. Milyen most a mi Székesfehérvárunk, Dunaújvárosunk, tehát a városaink, illetve milyen a megye falvaiban, településein az élet? Én azt gondolom, hogy egy stabil, jó, megtartott közbiztonság van, egy erőteljes rendőri jelenléttel. A visszacsatolások egyértelműen pozitívak, tehát azt tudni kell, hogy a belügyminisztérium minden települési önkormányzatot megkeres minden év novemberében egy kérdőívvel, aminek alapvetően a kérdései arról szólnak, hogy a rendőrséggel az együttműködés milyen a kapcsolat, hogy érzik magukat az emberek, milyen a közbiztonság, 1-5 skáláig kell értékelni. És a két adatot emelnék ki ebből, a rendőrség és az önkormányzatok kapcsolatát Fejér megyébe 2017-ben 4,87-re értékelték az önkormányzatok, a rendőri munkát pedig 4,38-ra, ami az eddigi 6 év alatt, amióta megy ez a felmérés, a legjobb eredmény. Tehát én úgy gondolom, hogy ez bizakodásra adhat okot, de azt mindig elmondom minden kollégámnak, hogy ez a megye olyan, tehát azért tele vagyunk úttal, átmenő forgalommal, maga fekvése és elhelyezkedése, kriminalizálása is olyan, hogy itt nem lehet hátra dőlni. Tehát itt egy pillanatra megállunk, konstatáljuk azt, hogy meg vannak velünk elégedve, de ugyanolyan intenzitással, sőt még jobban is kell végezni a munkánkat. Igen, hát Budapest, Balaton és így közte van. A Velencei tó Székesfehérvár tranzitútvonalán. Tehát egy nagyon jó és egy erős jeles. Így van. Azt ez gondolom. Nagyszerű. No, ugye arról beszéltünk, hogy 24 órán keresztül rendőr a rendőr, de hát akkor ezen túl azért nyilván van egy 25. óra, mármint virtuálisan. Mivel kapcsolódik ki? Hát egy nagy szerelmem van sportok között, az asztali tenisz. 1978-tól vagyok igazolt játékos, a mai napig is még csapatban, csapatbajnokságban játszom. Bár az utóbbi 8-10 hónapbeli kevés időm jutott rá, de azért igyekszem tartani magam. És ez engem nagyon jól kikapcsolt, tehát azért igyekszem edzésekre eljárni, és jól érezni magam. Ami még ezzel kapcsolatos, hogy rendőr asztali tenisz, nek is oszlopos tagja vagyok. Most már tudásom és korom alapján már kiszorulok magából a csapatból, de 3 Európa-bajnokságon vettem részt 2007-ben, 2011-ben és 2015-ben, egyszer Angliába, egyszer Szicíliába, egyszer pedig Bulgáriába, Várnába, és hát hihetetlen büszke vagyok arra, hogy 2015-ben Európa-bajnoki ezüstérmet szereztünk csapatba, mellé egy egyéni bronzéremmel és egy vegyes páros bronzéremmel. Előtte soha semmilyen érdemi eredmény, tehát még a legjobb 8 között sem volt magyar csapat vagy magyar játékos, tehát erre nagyon büszke vagyok, és igyekszem
minden támogatást megadni. Most készülünk a tavaszra, tavasszal április 12-13-án lesz egy nemzetközi asztalitenisz verseny Prágában. Most már, mint csapatvezető, rám bízták a csapat kiválasztását, ugyanis vannak már nálam jobbak, és én igyekszem a legjobbakat ezekre a versenyekre. Van ideje edzeni? Igyekszem megtalálni hozzá az időt. Azért edzem, persze, természetesen. Lampár vagy Kreisz, tehát támadó vagy védekező? Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert soha nem tudták igazából azt a stílust megállapítani, hogy az enyém milyen. Az enyém az energiatakarékos, tehát próbálom terelgetni úgy a labdát, hogy inkább az ellenfél mozogjon többet az asztal mellett és jobban fáradjon. Inkább egy ilyen droppoló játékos vagyok. Tehát se nem támadó, se nem védő. Amikor megérkezett Székesfehérvár, a fiatal felnőttek voltak a lányai. Így van. Most már azért felnőttek. Igen. És hát a családi élete is megváltozott, hiszen székesfehérvárivá vált. Így van. Két nagy lányom van, Flóra és Cecília. Flóra már 25. életévében van, Cecília 24-be. Mind a kettő még tanul Budapesten. Az egyik jogásznak készül, már nem sok van vissza neki. Kisebbik pedig pszichológus lesz, az alapdiplomája megvan. Most fogja már remélem ősztől a mesterszakot végezni benne. Úgy hozta a sors, hogy 2015-ben végérvényesen eljöttem Tolna megyéből, és itt telepettem le Fehérváron. Második feleségemmel élünk együtt, az ő 11 éves kisfiával, és nagyon jól érzem magam. No, mit hozhat a jövő? Mivel bíztad bennünket? Hiszen amit itt megbeszéltünk, én azt hiszem, hogy annak íve van ennek a történetnek, és pozitív felhangja mindenképpen. Mi várható? Mit várhatunk mi állampolgárok? Én azt szeretném, és azért teszek meg mindent, hogy a stabil közbiztonság, az embereknek a szubjektív közbiztonság érzete, az mindig jó maradjon. Tehát mindig elégedettek legyenek, érezzék azt, hogy ez egy stabil, kiegyensúlyozott megye. Itt nincsenek nógózónák, itt bárhova lehet menni, éjjel sötétbe, egyedül is. Nem kell attól tartani, hogy megtámadják az embert, és mi megtegyünk meg azért mindent, rendőrök, hogy ez így is legyen. Reagáljuk a lehető leggyorsabban, aki bajba kerül, azon segítsünk. A bűncselekményeket a legjobb tudásunk szerint igyekezünk felderíteni. És azt gondolom, hogyha egy olyan szakmai eredményes évünk lesz, mint amilyen 17 volt, a 18 és meg a 19 is, akkor ez meg fog valósulni. Köszönöm szépen, bízzunk benne, hogy így lesz. Önökön nem fog múlni, és talán rajtunk sem. Köszönöm, hogy megtisztelt, jó egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánok. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Varga Péter, dandártábornok, Fejér megye rendőrfőkapitánya volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!